Köszöntöm kedves nézőinket, már is kezdjük az első témánkkal, allergia. Vendégem pedig a stúdióban Lettner Anna Mária, aki most az alkalommal a hagyományainktól eltérően nem dietetikusként, hanem mint természetgyógyász vagy itt nálunk. Mi is a természetgyógyászok álláspontja ezzel az egésszel kapcsolatosan? Ugye halljuk, hogy egyre többen betegek, egyre több mindenki reagál különböző dolgokra. Mit lehet ezzel kezdeni? Lehet-e? Igen. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy mi is az allergia. Az allergia tulajdonképpen a szervezet részéről egy túllövő válaszreakció valamire. Különböző dolgokra allergiásak az emberek, és ez lehet többféle ok, lehet egy érzékenység valamire, lehet egy immunrendszer gyengeség, és az immunrendszere ugye az embereknek nem mindig megfelelő mértékű, és ez valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyon kevés dolog van az a most már, ami nem irritálja végül is az embereket. Hiszen, hogyha körülnézünk, a tejallergia, a lisztallergiától kezdve minden megtalálható a palettán, nem csak a pollenek. Valóban tavasztól őszig a pollenek viszik azért a pálmát, hogy ugye most már hírekbe is értesítik az embereket, hogy melyik fa, bokor, virág virágzik éppen, és azoknak a pollenjeire, akik érzékenyek, hogy akkor készüljenek fel. De én valahogy úgy gondolom, hogy nem mindig a növények a hibásak, és végül is a növények azok itt vannak velünk évmilliók óta a Földön, és ez az allergia dolog, ez nem évmilliók óta van. Vagy, hogyha csak körülnézünk például a tejcukor allergiába, a mai napig is, ugye, akik vidéken élnek, úgy külföldön, mint itt Magyarországon, ott nemigen találunk olyat, akik az igazi tejet ugye isszák, és egész kiskoruktól, egész életükön keresztül ugye ez bekerül a szervezetükbe, és még sincsenek ezek a problémáik. Én itt arra gondolok, hogy az a táplálkozásmód, az az életmód, amivel az emberek általában élnek, és tényleg tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, akkor ugye ne vegye magára. Tehát ezekkel az életmód praktikákkal, vagy táplálkozási praktikákkal azért lehet ezeket a dolgokat befolyásolni. Valóban, hogyha helyesen és egészségesen, természetesen táplálkozunk, minél több természetes dolog kerül az emberi szervezetbe, és a vegyszereket, a vegyületeknek a különböző kombinációját megpróbáljuk kikerülni. Gondolok itt például a kozmetikumoknál ugye a kőolaj adalékanyagokra, ami mindegyikben benne van. Most már ugye az is figyelemre méltó, hogy nagyon sok ember figyel is, hogy mondjuk például parabénmentes legyen az a kozmetikum, ugye, mert nagyon sokan például kijönnek különböző ételallergiák is, meg minden, és kiderül, hogyha végigmennek az alapjáig, kiderül, hogy a kőolaj származékra allergiás valaki. De ez ugye egy kevésbé tudott dolog, tehát én sem most találkozom ezzel először, hogy valaki ételallergiája lesz és kozmetikumtól. Van valami olyan összefüggés, hogy milyen anyag milyen ételallergiát okozhat, vagy ez nem általánosítható? Nem, ezek összefüggésbe lehet csak így nézni. Tehát például a kozmetikumoknál, ugye, hogyha az alumínium tartalom, ugye, például a dezodorokba, ugye, de az alumínium nem csak abban van, hanem a légtérbe is. Na most a légtérrel végül is a táplálék is találkozik. És volt olyan kliensem is, ugye, aki mit tudom, megevett egy szem almát, és a kórházba kötött ki. Tehát, hogy milyen vegyület ment arra a táplálékra, és ez nem azt jelenti, hogy az az illető az almára volt allergiás. Vagy a másik pedig az, hogy valakinek van valamiféle érzékenysége, valamire, egy pollenre, még nem allergiás rá, csak esetleg, ha valamit eszik, amibe XY vegyület van, vagy valamilyen kozmetikumot használ, amibe megint XY vegyület van, de ez lehet mosószertől kezdve bármi, akkor már
akkor már ezt nem tolerálja az ő szervezete, és akkor egy célon túllövő válaszreakció fog előjönni. Tehát így nagyon nehéz, így speciális, és nagyon kevés az az ember, akire rá lehet fogni, hogy ott van egy darab valami, hogy ő arra allergiás. Ez egy összetett dolog. Az immunrendszer az a szervezetnek a védekező rendszere, és valóban, ha ez erős, ha ez stabil, akkor nagyon sok mindent meg tud védeni belülről is. Na mostan ugye tudni kell, az immunrendszernek a 80-85%-a a tápcsatornában van, és ezért szoktuk mindig arra felé hajtani az embereket, hogy próbáljanak meg természetesen és egészségesen táplálkozni, hiszen, hogyha ezeket megtartják, illetve hát előtérbe helyezik, ugye, prioritásként, akkor az immunrendszere azért lesz erősebb, mert a tápcsatorna az olyan állapotban lesz, hogy ez tud működni. És ez ugye mi működteti? A barátságos bélbaktériumok főleg. Ugye? Mi fog felszívódni, mi kerül be ugye sejtszínbe, vagy mi ne kerüljön be, és akkor az ki fog ürülni. Na most, amikor felhalmozódik rengeteg olyan anyag, ami nem odavaló, mert ma már tényleg ott van az a helyzet, hogy csak levegőt veszünk, és azzal is olyan vegyületek kerülnek be az emberi szervezetbe, amit eddig nem szokott meg a szervezet, a máj se tudja esetleg úgy, vagy olyan gyorsan lebontani, és akkor jönnek ugye a problémák, hogy mit csináljon azzal a rengeteg olyan anyaggal, amit nem tud szétszedni, nem tud ide tenni, oda vinni, tehát ez egy bonyolult biokémiai gyár az egész szervezet belül. Na most én csak azt tudom javasolni mindenkinek, ha arra törekszik, hogy minél természetesebb dolgokat vesz magához, tehát a vegyszereket kerüli, és sajnos a táplálkozásnál is szelektálni kell. Én mindig azt mondom, hogy a polcokról úgy vegyük le a táplálékokat, hogy igenis nézzük meg, hogy mi van benne, mennyi adalékanyag, mennyi hordozóanyag, mennyi stabilizálószer, és itt még nagyon sok mindent föl tudnék sorolni, hogy minél kevesebb legyen benne, ha már nem tudja mentes állapotban megvenni ezeket a dolgokat, de lehet azért ezekre törekedni. Ma már egyre több biobolt van, egyre több olyan, sőt, nagykereskedések is vannak ilyen biokészítményekkel, meg naturkészítményekkel, amiben nincsenek adalékanyagok, de a pékáruktól kezdve minden. És én azt gondolom, hogy egy lépésről lépésre lehet csak ebbe is előre menni, mert nem egyik napról a másik napra változik meg ez a dolog, de hogyha az étrendünkbe beleiktatjuk ezeket a táplálkozásokat, illetve az életmódunkba, például ugye a sportolásnál a légvétel egészen más, tehát a tüdőnk nincsen például átöblítve teljesen, csak a tüdőnek a középső része, ez például egy nagyon nagy probléma, hiszen a légtérből bekerült szennyeződés, és hát a polleneknek is ugye a különböző vegyületei, ugye a tüdő csúcsba és a tüdő bázisba esetleg ott marad, akkor ez egy idő után azért gondot fog jelenteni. Mit lehet tenni, ha mondjuk, most beszéljünk a növényekről egy picit, mert ugye most annak van a szezonja, pont most léptünk bele, ugye ez az, amikor minden elkezd virágozni, különböző virágporok, stb. Ugye mondtad, hogy ez most abszolút aktuális. Ha valakinek ilyen allergiája van, mivel tud könnyíteni magán? Ha most természetgyógyász szemmel nézzük. Például olyannal, hogy tiszta környezetbe megy. Ha van lehetősége, ugye most itt a nyár azért erre több lehetőség van, ugye, mint télen, meg ősszel, ugye a szmog is sokkal jobban lenyomja azokat a dolgokat az emberi légtér szintjére. Viszont ilyenkor, hogyha az ember elmegy olyan tiszta levegőhöz, akár víz mellé, vagy a hegyekbe, akkor ezzel végül is sokat tud tenni. De tulajdonképpen a pollenek nem önmagába szoktak allergiát okozni, hanem, és ezért van, hogy a városi embereknél sokkal több a pollen allergiás is, mert a polleneket körbeveszik ezek a városban lévő szmogos, füstös levegő rétegből kikerülő különböző vegyi anyagok vegyük, és egy ilyen burkot képeznek végül is ezekre a pollenekre, és tulajdonképpen ez irritálja a felső légutakat. És ebből rengeteg bevizsgálás és olyan dolog született, hogy elvitték
allergiás gyerekeket olyan helyre, hogy mondjuk a vadkenderre voltak allergiásak, és elvitték őket vadkender földre. Tehát busszal kirándulni. Senki egyetlen egyet nem tűzszentett, egyetlen egyet se. Ugye, de itt a városban szedték a gyógyszereket, tínszen, szemcsepp, meg zsebkendő, meg minden ilyesmi, ugye. És nem volt semmi bajuk a gyerekeknek 2-3 napig, beültették a buszba, hazajöttek a városba. Ugyanúgy. Mihez a városhoz értek, mindenki elkezdett köhögni, prüszkölni, tüsszenteni, meg minden. Tehát ez nem egészen így működik. Parlagfűnek ugye az, hogy parlagfű a parlagon lévő földön magától nő. És ennek az a rendeltetése, hogy amikor pihentetik a földet ugye a négy ütemű gazdálkodásnál, ez a fű kinő, és ennek az a szerepe, hogy árnyékot adjon, ne száradjon ki a talaj. Ugye a növénynek van gyökere, a gyökérzet az mozgatja a földet, akkor ott jönnek már ugye a giliszták is, humuszos marad a talaj. Tehát ennek komoly funkciója van, amit most nagy erővel egész világszerte mindenki ki akar írtani. Tehát ez egy elég nagy öngól, úgy gondolom, ez az egyik. A másik, hogy mondjuk én a parlagfüvet úgy szeretem salátaként is enni, semmi bajom nincsen tőle, és lehet, hogy mondjuk az én immunrendszerem jól működik. De tulajdonképpen lenne akkor egy kérdésem, hogyha az összes fűt, fát, bokrot, pollent, virágot, mindent kiírtunk, akkor azok az emberek, akik nem úgy éltek meg, nem olyan az immunrendszerük, mennyivel lesz erősebb az immunrendszere? Szerintem semennyivel. Ez érdekes, amit mondta, hogy a parlagfűvet salátaként gyakorlatilag te fogyasztod. Ugye van, ahol ebből gyógyteát készítenek, hiszen ugye a talajból az ott maradt tápanyagot, az nagyon szépen kihozza. Viszont ha valakinek, valaki mondjuk, akkor egyszerűsítsük le, tényleg allergiás a parlagfű, és elkezdi vadul főzni a parlagfű teát, az nyilván nem fog neki jót tenni. Így van. Így van. Tehát ez nem úgy működik, hogyha valaki valamire allergiás, akkor ugye leöntöm vele, és tele belerakom a közepébe. Nem így működik, hanem valóban először mondjuk meg kéne változtatni azokat a dolgokat, amin tud változtatni életmódba, gondolkodásba, táplálkozásba, és akkor utána elkezdhet ilyenekkel, mondjuk egy tejával, amit hígítunk, tehát nem salátát is, meg teját is, meg mindent, de azért ennek egy kis időnek azért el kell telni, hogy ez megtörténjen, hiszen a homeopátiával is ugye úgy lehet gyógyítani, hogy ugyanazt az anyagot nagyon nagy hígításba adom. Tehát ilyet is lehet, sőt, mi a homeopátiába így is tudjuk kezelni az allergiát. De én inkább azt szoktam javasolni, amikor allergiás valaki, hogy inkább a nehéz fémeket, az idegen anyagokat kivezetni a szervezetből, amit nagyon-nagyon jól meg lehet. Ma már lehet kapni olyan kolloid ásványokat mindenhol, ami jó minőségűek, és a kolloid ásványoknak ugye az a tulajdonságuk, hogy az azonos nevű nehéz fémeket ki tudják vezetni a szervezetből. Tehát akkor végül is tényleg akkor nem is a természettel van a probléma, hanem azzal, ami a városba körbevesz bennünket, és a kettő együtt. A probléma mindig azzal van, amit az ember csinál. Tehát a természet az tökéletes, a természet az tökéletesen működött sok-sok évmillión keresztül, amíg az ember nem nyúlt bele annyira durván, mint amennyire most. Egyszerűsítsük le, mondjuk adjunk ilyen vázlatpontos tanácsot annak így a végére, aki mondjuk allergiás, mondjuk a pollenre most kezdjük az egyszerű, most a laktózba, meg ezekben nem menjünk bele, az majd egy másik adás témája lesz. És eldönti, hogy na jó, akkor ezen a nyáron, vagy legalábbis elkezdem, és belátható időn belül én ki szeretnék ebből gyógyulni, és mondjuk elmegy hozzád, mint természetgyógyász, hogyan fogsz neki, mik azok a pontok, amiket nyilván hosszú időn keresztül, hogyha betart, akkor akár minimálisra csökkenthető, vagy egyáltalán megszüntethető ez a panasz? Biztosan az első
alkalommal javaslom neki a méregtelenítést, tehát amikor tele van méreganyaggal egy szervezet, akkor nem is tudja fogadni úgy még azokat a gyógyszereket se, amit az orvosok ugye arra kísérleteztek ki, hogy ezeket az allergiás tüneteket csökkentsék. Tehát mindenféleképpen azoknak is sokkal jobb lesz a hatásuk, hogyha a méreganyagokat kivisszük a szervezetekből. Hát ezért lehet gyógyteához nyúlni, de azt mondom, hogy ott vannak a magas antioxidáns tartalmú gyümölcsök, zöldségek, sűrített levek, vagy koncentráltan elkészített étrendkiegészítőkben lévő olyan flavonoidok, amik az immunrendszert segítik, erősítik, probiotikus feltöltés, és azt se szabad elfelejteni, hogy ezeket a barátságos bélbaktériumokat etetni kell, mert ezt a szomszéd nem fogja etetni, tehát nekünk kell, tehát ez lenne a legfontosabb, hogy ezeket a dolgokat megerősítsük a szervezetbe, és akkor utána lehet lépésről lépésre tovább lépni ebbe a kérdésben. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.